2011. június 11-én került megrendezésre az NSI Triatlon utánpótlás olimpia országos döntője, mely most új helyszínről jelentkezett, Martfűről. A szervezőbizottság elnöke, Képes Gergő és csapata mindent megtett, hogy a verseny rangjához méltó legyen, és a versenyzőknek megfelelő helyszínt alakítsanak ki. Mindig akadnak nehézségek, ha új helyszín kerül a képbe, de a szervezőbrigád könnyedén áthidalta a felmerülő problémákat, a lelkes csapat kihozta a legtöbbet a környék adottságaiból, és emellett a helyi szervezők és önkéntes segítők is példaértékű háttércsapatot alkottak. Mióta triatlon létezik, ez az esemény, ez a Margit-szigeten került megrendezésre, de az új városvezetés ezt nem igazán tette ott lehetővé, így aztán elkezdtünk alternatív lehetőségeket keresni, és mivel itt a Termál Hotel nagylelkű felajánlást tett, és a területet a rendelkezésünkre bocsájtotta, ezután kezdtünk nyilván az önkormányzattal is tárgyalni. Ott az önkormányzat is nagyon-nagyon együttműködő volt, és tényleg én szerintem ilyen könnyedén még nem szerveztünk triatlon versenyt. Nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk, és szerintem erejükön fölül támogatták a rendezvényt. A döntőre rengeteg fiatal tehetséges triatlonista érkezett, de a nap folyamán 520 sportoló tette meg a kategóriájának megfelelő távot úszva, kerékpározva és futva. Az úszás a Martfű termás pá feszített víztükrű medencéjében történt, a meleg időben biztosan jól esett a versenyzőknek egy kis csobbanás. A kerékpározás a városon belüli utakon, a futás a Tisza partján, főként földes, részben aszfaltozott útvonalon zajlott. A versenyzők beleadtak anyait, apait, mindenki a legjobbat hozta ki magából, és még a vártnál is jobb eredményekkel zárták a fárasztó napot. A szponzoroknak köszönhetően a célba érkező sportolókat frissítő, gyümölcs és különféle egészséges finomságok várták. Az izgalmas futamok mellett a színpadon folyamatosan színvonalas programok, színes előadások szórakoztatták a közönséget. Összességében a martfűi sportesemény mindenféle bonyodalom nélkül zajlott, a helyszínválasztás és a szervezés is szuper volt, hiszen a több száz versenyző mellett közel 6-700 kísérő is remekül érezte magát. Szerencsére az égiek megkegyelmeztek a versenynek, és egész nap kellemes, sportolásra alkalmas idő volt, csak az esti eredményhirdetésre kezdett cseperegni az eső, azonban sem a díjazottakat, sem az ünneplőket nem zavarta, és talán a kiosztott ajándékok is felejtették a borús időt. Maradjunk még a sportágnál, a Tiszaújvárosi Triatlon nagy hét utolsó előtti napján a Heraklész versenyzők következtek.
Eszter, gratulálok az ezüst éremhez. Egy picit menjünk vissza, kezdjük a selejtezővel. Ott ugye az első 10 jutott tovább, és az úszás után egy kicsit aggódtam, mert a 9. helyen álltál. Hogy esett ott a víz? Hát elég verekedős volt az úszás, ezért az nem is sikerült nagyon, mert én nem verekszem nagyon, csak ha nagyon muszáj. És mivel ez csak egy selejtező volt, így nem nagyon foglalkoztam vele, mondván az első 10-ben csak benne leszek, sikerült szerencsére. Úgyhogy ott így nem annyira verekedtem, nem küzdöttem halálra magam, hogy úgy mondjam. Nagyjából 3 órátok, 2,5 órátok volt a pihenésre. Ilyenkor mit tud csinálni az ember a döntő előtt? Hát én pihentem, feküdtem, egy ismerős megkértem, hogy masszírozzon le egy kicsit, meg egy gélt vettünk, mert azt nem hoztam, de szerencsére itt az Expo-n lehetett venni egyet, úgyhogy azt gyorsan benyomtam, és akkor így sikerült jól regenerálódnom. Meg kicsit felkészültem fejben a következő versenyre. Aztán jött a döntő, ahol az úszás után a 10. helyen jöttél ki, és nagyon reménykedtünk, hogy elég lesz a hátralévő 2 szám arra, hogy fölgyere. Elég is volt. Mi történt az úszás után, mintha a depóban lett volna valami gond? Úszás az most is kemény volt nagyon, de sokkal jobban küzdöttem, meg inkább így verekedtem is, ahogy kell. A depóban felszállásnál majdnem elestem, mert lecsúszott a lábam a pedálról, és ott nagyon megijedtem, mert hogyha ott elesek, akkor lehet, hogy így fejben szétmegy minden, és akkor nem tudom úgy folytatni, ahogy most csináltam. Aztán a bringa végén a 12. helyen álltál, és azt ugye tudjuk, hogy nagyon jó futó vagy. Mi járt a fejedben, hogy láttad, hogy jó sokan vannak előtted, hogy osztod majd be az erődet a futáson? Hát sprinteltem végig, mert ez egy olyan táv, amin más nem lehet csinálni. Tehát, hogyha már az elején nem teljes erőbedobással megyünk, akkor már lejjebb csúszhatunk annyira, hogy a végén nem lehet felhozni, mert azt a tempót már elég nehéz fokozni, és így még a végén még egy lapáttal rá ennyit lehetett még csinálni. Jó kis éved volt ebben az évben, úgy emlékszem, elég sok érmet nyertél. Igen, nagyon sok versenyen indultam, hát eddig még szerintem soha nem indultam olyan sok versenyen, mint idén, mert egy német klub is leszerződtetett, és oda is, hát minden hétvégén versenyem volt ezáltal, és hát elég fárasztó év volt, de még előttem áll a VB, meg egy 23-as EB. Pihenő az már csak ősszel lesz, késő ősszel valószínűleg. Máté, gratulálok, iszonyatosan szorítottunk érted, amikor az úszásból kijöttél, a 3. helyen álltál, csak 2-en jöttek ki előtted. Mi volt az első gondolat? Próbáltam a legelőre menni, hogy elcsípjön az első bolt, ebben reménykedtem is, hogy meg lesz, aztán meg is lett, és csak menni akartam velük végül, így mentem. Ez végül is sikerült, hiszen a kerékpár végén az 5. helyen voltál. Hogy sikerült a depózás? Nagyon jó sikerült, próbáltam előre menni, már a kanyartól, de elmentek 3-an ugye. Aztán, amikor leszálltam a bicikliről, akkor sikerült előrébb menni. A futásnál, amikor már felmérted, hogy ebből valószínűleg nem lesz érem, akkor se engedtél ki, mert úgy vettem észre, hogy még a célban is tiszta erőből fut. Igen, reménykedtem, hogy 3. leszek, de nem sikerült. Aztán, hát így sikerült, mert hajra volt a végén, de nagyon elfáradtam, aztán csak így 4. lettem, de ennek is nagyon örülök. Körülbelül mennyi hiányzott a bronzéremhez? 100 méter. Kb. Ennyi. Beszéltek már Lehmann Tibor edzővel nyilván. Ő mit mondott a verseny után? Ő nagyon örült ennek a 4. helynek. Én is nagyon örültem. Büszke volt, szerintem. Milyen volt az éved? Jó volt az év. Európa kupán még az évben nem voltam 4., aztán így sikerült. Most ez volt eddig a legjobb eredményem.
tudnál nekem mondani, hogy hány telefont bonyolítottál ma? Hát olyan 50 körül van a szám szerintem. Ehhez adjunk hozzá az URH berendezésen forgalmazásban még körülbelül 400-at, nem? Hát az folyamatos, mondjuk az kiváltja, tehát amikor a verseny közben az nem telefonon kommunikálunk főleg, hanem ezen az URH rádió, mert sokkal gyorsabban tudjuk egymást elérni. Azért is gondolom, hogy ennyi, ilyen sok volt ma, mert ez egy teljesen új versenyforma volt, új volt itt az egész csapatnak, az egész sportágnak nem volt azért ez egy ilyen bevett versenyforma, ezért is volt talán az, hogy sokat kellett azért utolsó pillanatban koordinálni, de úgy gondolom, hogy egy jó verseny volt, egy jó teszt volt, tehát a szakmai szempontból jó tanulságot fogunk tudni belőle szűrni. Ez egy óriási ötlet az utánpótlás gála meghívni a ranglista első 16 helyzetjét. Mit szóltak a klubok, mit szóltak a versenyzők, a szülők? Hát én úgy tudom, hogy nagyon lelkesen fogadták. Mindenképpen szerettünk volna a legkisebbeknek is, tényleg a gyerekeknek is, a serdülő korosztályú versenyzőknek is lehetőséget biztosítani, kicsit itt beleszagoljanak ebbe a légkörbe, ami itt van. Nyilván azért a világkupa holnap, amikor rengetegen kín vannak a pályaszélén, azért úgy gondolom, hogy egy olyan motivációt adhat ezeknek a fiatal lányoknak és fiúknak, hogy tényleg még egy ilyen kicsit a pihenő időszak előtt egy olyan élményekkel gazdagodhatnak itt a szezon végén, hogy új úrt előbe fognak tudni majd a jövő évre is, illetve hát reméljük a jövő sok-sok évre koncentrálni. A Junior Európa Kupa nevezői azt hiszem, hogy 20 európai ország, azon kívül pedig Kanada és Ausztrál versenyzők is voltak itt. Ha jól tudom, ez rekord. Nálunk biztos, hogy rekord, tehát nem számítottunk ekkora létszámra, de örülünk neki természetesen. Ez azt is mutatja, hogy tényleg óriási tülekedés van már junior korban és Európában, és ezek azok a versenyek, ahol rutin tudnak szerezni ezek a versenyzők, nem csak egy évben egyszer vagy kétszer mondjuk az EB-n vagy a VB-n, hanem vannak ezek az Európa kupák, és hát tényleg lehet látni, hogy rengeteg helyről jönnek, fejlett, mármint triatlonba fejlett országokból is, illetve hát azokból az országból, akik próbálnak felzárkózni az élvonalhoz. Reménykedtünk egy éremben, Papesti megszerezte. Igen, ebbe bíztunk. Én megmondom őszintén, biztos, hogy Tisza első éremben, az is majdnem összejött, egy negyedik hely a Balog Máté részéről. Én szerintem jól szerepeltek a magyarok. Biztos, hogy a hazai pálya azért egy olyan plusz tudott nekik adni. Én örülök mind a két eredménynek, illetve mindenki eredményének.